Nagy taps kíséretében sétált fel kollégánk a színpadra, ahol az egyik legnívósabb állami kitüntetést vehette át hosszú évtizedek óta végzett munkájáért. Kiváló filmek, könyvek, riportok, minőségi újságírás és nem utolsó sorban iránymutatás, csak néhány ismertetőjegye Vakler Lajos kollégánknak, akire méltán lehetünk büszkék, hiszen sokat tett és tesz azért, hogy a Fehérvár Média Centrum mindig hiteles, valós információkat, történeteket közölhessen, érdekes, elismert embereket mutathasson be a közönség számára 1999 óta. Vakler Lajos kiváló több évtizedes szakmai teljesítményéért csütörtökön a Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült. Egyrészt megtiszteltetés, másrészt pedig megerősítés. És itt szeretném elmondani, hogy ez a díj, bár én vettem át a Vigadóban ma, a Lovagkeresztet, de ez a díj a Fehérvár Média Centrum valamennyi munkatársát megilleti bizonyos értelemben. Tehát ugyanúgy az operatőrök, a szerkesztők, a vágók mind-mind hozzájárultak ahhoz, és természetesen hozzáteszem, hogy hozzájárultak a könyveim lektorai, szerkesztői, fotósai, a lelkem jobbik fele Simon Erika, illetve amit még nagyon fontosnak tartok elmondani, hogy ez Székesfehérvár díja. Kollégánk azt mondja, a kitüntetéssel bár fontos állomáshoz érkezett az élete, természetesen még mindig szeretne újat adni a közönségnek. Mindig van bennem, hiszen amíg van jó néhány olyan könyvtervem, ami még nem jelent meg, számtalan olyan film, amit még nem csináltunk meg, addig én nem adom fel értelemszerűen, bár közel a nyugdíj, de én azt hiszem, hogy amíg maradok és amíg tudom csinálni, addig az így marad. Bár korábban főleg a sport és a politika volt az asztala, mára ez a sor megszámlálhatatlan műfajjal, érdeklődési körrel és tevékenységgel egészült ki, és ő is most érzi egésznek magát. Az újságíró úgy fogalmazott, még közel sem ért véget az út, amit 25 évvel ezelőtt kezdett el.